Fordul a DVTK. Bacsa Elek sprintel előtte, Griffiths a jobbján, Bacsa. Ez nagyon szép lövőhelyzet, és egyenlít a DVTK, Lazar Marjanovic. 1-1. Nagyon gyorsan jön a válasz, és az a cserejátékos, akit kényszerűségből küldött pályára Tomislav Civic, Takács sérülését követően egyenlít. Bacsa nagyon jól ismerte fel a helyzetet. Ugye Elek elvitt embert keresztben, Griffiths lekötött két embert középen, és így Marjanovicra már nem jutott védő a túloldalon. Gyönyörű lövés, 1-1.